A vírus az emberiség utolsó élősködője, Robin Cook. Zaire, Afrika, 1976. szeptember. Nicolette Sheridan, Kisfalvi Krisztina. Járvány. William Devane, Pap János. Stephen Caffrey, Selmeci Roland. További magyar hangok. Versényi László, Barbinek Péter, Kránic Lajos, Beratin Gábor, Csuja Imre, Fodor Zsóka, Kardos Gábor. Zenét szerezte Gerl Scheimel. Magyar szöveg Csányi Zita és Katona László, hangmérnök Horváth Zoltán, szinkronrendező Árvai Zsuzsa. A szinkront a Vipart Kft. Megbízásából a Masterfilm Kft. Készítette. Produkciós vezető Gyárfás László és Juhász Jenő. Fényképezte Gideon Pallett. A forgatókönyvet írta Roger Young. Készült Robin Cook Járvány című regényéből. Rendezte Arnold Mastroianni. Ebola folyami kórház. Los Angeles, Kalifornia napjainkban. Szóljon fel az ötösbe! A hármas műtőbe megyünk! Küldje el az embereket! Toljuk be! Vágja le az ingét! Fészkes fene ez.
Atlanta, Georgia. Járványügyi központ. Tarzan! Tarzan! Tarzan, mit csinálsz te itt? Ide nem szabad bejönnöd. Ez nem volt szép, Tarzan. Na, gyerünk! Gyere ide! Gyere ide! Ne legyél ilyen gazfickó, gyere! Ez az. Te minden fiút leveszel a lábáról, Marissa. Tartsd szemmel a kis huligánt, az egész emeletet rettegésben tartja. Na, gyere, ficsúr! Ugye csak szórakozni akartál, mint Tarzan? Társaság szerető állat. Ha már társaságról van szó, eldöntötted már, hogy eljössz Ralphhoz ma este? Nem, nem jöhetek, sok dolgom lesz. És különben sem vagyok kíváncsi a barátodra meg a haverjaira. Dr. Blumenthal. Dr. Dubček. Ted, vigye ki azt az állatot, kérem, amíg beszélek Dr. Blumenthallal. Marissa, mióta dolgozik itt a járványügyi központban? Kb. 3 hónapja. Ez elég idő ahhoz, hogy megismerje a szakmát. Egy órája felhívtak Los Angelesből egy eset miatt, amelyet nem tudnak azonosítani, és riasztó tünetei vannak. Magát szeretnék oda küldeni, hogy felállítsa a diagnózist. Engem küldenek oda? Egyébként Dr. Hallowayt küldeném, de... Le vagyok kötve. Igen, maga kiváló. Én hiszek magában. Köszönöm. Mikor induljak? Ma este. Ó, még valami. Fontos, hogy beléphessen a biztonsági laboratóriumba, tehát ezennel kinevezem. Dr. Hallowaynél van a belépője. Én vagyok a főnöke, ne hozzon szégyent rám. Nem hozok, Mr. Holloway. Gratulálok. Sikerült. Köszönöm. Gyere, megmutatom a labort. Mi ez? Oda bent vákum van, és a rés keletkezik. A levegő befelé megy, és nem jön ki. Oké, vetkőzz le. Jó, persze. Marissa, ebben a laborban a bolygó legveszélyesebb vírusai vannak. Semmi nem mehet be, és nem jöhet ki, beleértve a ruhákat. Ne! Ez nem vicc. Rendben. Fordulj el! Már láttalak pucéran. De az régen volt. Oh. Biztos, hogy fontos ez? Egyáltalán nem. Csak látni akartam a testedet. Tiszta hülye vagy. Beismerem. Oké, a ruhában 2 percnyi oxigén van, úgyhogy az első, amit megmutatok, az oxigénvezeték. A laborban nincs levegő? Van, de ne akart beszívni. Lehet, hogy fertőzött. De nem biztos. És ne legyen semmi éles tárgy nálad, mert kiszúrhatja a ruhát. Kösz. Itt vagyunk. Rákötlek a csőre. Szia, Kár. Szia, Ted. Mivel bíbelődsz? Gyere, nézd meg. Fogom. Macsupó vírus. Annyi vírus van benne, amennyi minden embert meg tudna ölni. Megfogad? Nem. Kösz. Gyere, megmutatom a hűtőt. Az lesz az. Itt tartjuk a rossz fiúkat.
Vírusraktár. Rajta kösd be magad. Van itt agyhártyagyulladás vírus, Muerta Kanyon, Lassa, Marburg, és itt van az Ebola. Körülbelül 500 halálos vírus van itt. Egy sima hűtőben? Micsoda védelem? Állami cég vagyunk. Marissa, ne várj! Ne nyújj hozzá! Gyere ide! Ne mozdulj! Mi van? Karbollal fertőtlenítenek. Most már tudod, milyen lehet WC csészében lenni. Vicces. A kulcs. Hol a kulcsom? Oh. Szabad! Nyitva! Hello! Ted? Igen, én vagyok. Jó illat van. Mit keresel itt? Gondoltam, kiviszlek a repülőtérre. Ó, oh, milyen csinos lovagom van. Örülök, hogy meggondoltad magad, és eljössz a bulira. Ülj le. Mindjárt indulhatunk. Nem, addig leviszem a csomagot a kocsiba. Némán szenvedek. Ragyogó emberek lesznek ott. Tanulhatnál tőlük. Menj csak, majd utánad megyek. Oké. Hello. Vigyél be, miután bementek. Marissa. Jó estét. Gratulálok a kinevezésedhez. Köszönöm. A 11 órás géppel fogok elindulni. Olyan hamar? Akkor nem hiszem, hogy ki tudlak vinni a reptérre. Én kiviszem. Igen, gondoltam. Megkérem Tedet. Ugye nem baj, hogy ide hívtam? Nem, miért lenne baj? Isten hozott Ted. Hello, Ralph. Gyertek be. Azokat vidd fel az emeletre. Várj, adj egyet. Elbírom. Biztos? Ben! Ralph, hogy vagy? Marissa, miért hazudtad, hogy meg vagyok hívva, amikor most kiderült, hogy nem? Merre van a háló? Csak egyenesen, nyugi, kedvel téged. Ó, persze, kedvel. Nem is lehetett volna kimértebb. Azért, mert régen együtt jártunk, Ralph, nem fog utálni téged. Szóval, itt szoktatok, hogy úgy mondjam, kitakarózni? Nem. Sose használjuk az ágyat. Túl unalmas. Remek. Na, én megyek. Pardon, nem értettem a kérdést. Akkor elmondom még egyszer. Igen? Arra lennék kíváncsi, hogyha egy fán egy nap 30 kiló narancs érik, akkor mennyi általában nem több, mint 20. De nem akarok túlságosan belemenni, kösz. Hát ez itt a kérdés. Marissa. Isten érvézel. Drágám, engedd meg, hogy bemutassam Dr. Pierce. Örvendek. Chicagóból. Ő Dr. Kelly. Dr. Kaplan. Ő Dr. Marissa Bogantár. Dr. Green. Jack. Dr. Jack Lehman. A barátnőm Dr. Marissa Blumenthal. A járványügytől, ugye? Igen, maga pedig, ugye a HMO új klinikáján van. Ó, egyáltalán nem. Az a szervezet világéletében az orvostudomány ellensége volt. Sose volt közöm hozzájuk, és magának se legyen. Jack, Marissával nyugodtan lehetsz őszinte. A HMO vezetésének fogalma sincs az egészségügyről. Annyit értenek hozzá, mint én a használt kocsik eladásáról. Sok olyan embernek biztosítják az orvosi ellátást, akinek különben nem telne rá, nem igaz? Nem éppen a legészszerűbb módja a fejlesztésnek. Ó, elnézést, de ezzel én nem értek egyet. Ne. Elnézést kérek, kérem. Túlságosan belemelegettem. Inkább talán csendesen visszavonulok, és úgy teszek, mintha innék. Viszlát. Jó mulatás, Jack. Hoppá. Ugye ő az egyik üzletfeled? Hoppá.
Hello, Ralph. Úgy látszik, mindenki itt van, aki számít Atlanta egészségügyében. Egészségügy? Ez olyan poros hangzik. Te is olyan poros vagy, Dokika. Ó, de kedves vagy. De itt tetszel. Tetszem neked. Tetszel, de nem sokára elutazom az ország másik felébe, hogy megmentsek egy országot. Tehát szeretsz. Még nem. Majd egyszer. Nem örökre megy Los Angelesbe. Igen, tudom. 3 hónapja van itt, és előléptették. Néha előfordul ilyesmi. Én még nem láttam ilyet. De nem is volt senkinek ilyen összeköttetése, ha érted a célzást. Ralph, Marissa, üdvözletem. Bocs, hogy késtem. Dubček szívesen barátkozik az atlantai egészségügy őszmentorával. És Marissa véletlenül a szeretője. Féltékeny vagy, Halloway. Bár veled mehetnék Los Angelesbe. Hozd le, kérlek, nem érem el. Kösz. Szerencsé, hogy nem lettél gyerekorvos. Minden kisfiú szerelmes lenne beléd egész Pennsylvania államban. És New Yorkban. Los Angeles, Kalifornia. Elnézést, meg tudnám mondani, hol találom Dr. Newman főorvost? Első emelet 5. A folyosó vége. Szeretném tudni, hogy van a beteg. Betegek? Sajnos már 7 vannak. 7? Igen, jól hallotta. Az első beteg a klinika alapítója volt, maga Roxford professzor. Ez is HMO? Az. Dr. Roxford alapította 7 évvel ezelőtt. Nagyon sikeres. Ő a beteg. Ó, igen. 5 nappal ezelőtt kezdődött heves fejfájással, erős migrénnel. Igen? Szédülés, rossz közérzet, aztán kiütés, majd láz. Másnap pedig vért kezdett hányni. Elnézést, doktor úr! Egy pillanat. Hívja vissza, kérem. Igen. És a többi? 6 fő. Lényegében ugyanazokkal a tünetekkel. Lázas betegség általános levertséggel és szétágazó tünetekkel. Egy környékről hozták be őket? Nem. Minden beteg a kórházban kapta el. Itt vagyunk. Itt vannak a fertőzött betegek? Igen. Más betegekkel? Hát igen, de... Azonnal el kell különíteni ezeket a betegeket. Egy külön osztályt 7 betegnek? Nem tudhatjuk, hogyan terjed. Lehet, hogy a levegőben. Rendben, azonnal elvitetem őket. Jó. Helyes, már is kezdjük. Hol az öltöző? A folyosó végén van. Mindjárt jövök. Remélem, tudod, mit csinálsz, kislány. Kérem, doktornő, beszélhetek önnel? Most nem érek rá. Ugye járványügy is? Igen. Tudtam előre, szóval akkor igaz? Micsoda? Carl Rader újságíró. Tehát igaz a hír, hogy járvány tört ki a kórházban. Mr. Rader, ez nem tartozik önre. Felhívtak minket, hogy valami titokzatos járvány ütötte fel a fejét. Az embereknek joguk van megtudni, mi van. Egyelőre nincs miről tudniuk. Amennyiben lesz, majd értesítem.
Itt Carl Rader, a KXAT-től. Itt vagyunk a Los Angeles-i Roxford egészségügyi intézetnél, ahonnan azt a hírt kaptuk, hogy ismeretlen járvány ütötte fel a fejét. Az orvosok értetlenül állnak előtte. Úgy tűnik, senki sem tudja, honnan jött, mivel gyógyítható, és mi ez? Influenza? Nem valószínű. A légzőszervek nem betegedtek meg, és alvadási tünetek vannak. Egyik esetben sem találtunk influenzára utaló vérképet. Volt a leletekben bármilyen szokatlan eredmény? Az alvadási tüneteken kívül nem volt semmi különös. Vérkép, köpet, vizelet, széklet, gerincvelő, minden negatív. Tífusz? Negatív. Malária? Negatív. Szóval valami vírus? Az a gyanunk. Bár még elképzelhető, hogy leptospirózis. Minden esetre halálos. Mondja csak, mióta van a járványügyön? Nemrég. Stetoszkóp? Ott van. Dr. Roxford, hall engem? Dr. Blumenthal vagyok, a járványügytől. Azt mondták, 6 hete Kenyában volt, és megharapta egy majom. A majom itt harapta meg? A laborban. A professzor majmokon kísérletezik. Egészséges volt a majom? Igen, persze. Volt kapcsolata valamilyen állattal Afrikában? Ez mi? Nincs összefüggésben. Leütötték szegényt. Egy héttel azelőtt, hogy beteg lett. Elvették a pénztárcáját. Dr. Roxford, most meg fogom vizsgálni önt, ha nincs kifogása. Oké. Okay. Uramisten! Félek, hogy vírusos vérzékenység. Nem hiszem. Én is azt hittem, de túl hosszú a lappangási időszak. 5 héttel azelőtt volt Afrikában, hogy beteg lett. A vírusos vérzés 2 héten belül jelentkezik. Azonnal különítsük el a betegeket. Mintát kell küldeni a járványügynek. Diagnózis kell. Dr. Millert várják a 2-es útjában. Egyelőre nem tudjuk pontosan, mi ez a betegség. És ebben a pillanatban még... Elkülönítő, belépni tilos. A betegség tünetei aggasztóak, sőt, szörnyűek, de kérem, ne beszéljenek róla senkinek, értik? Mióta van eszméletlen állapotban dr. Roxford? Egy órája. Értesítettem dr. Dubcseket a központban, nem sokára ideér egy stábbal. Épp ideje. Elkil a segítség. Mi ez? Nem tudjuk. Kezdettől fogva ott van. Nem emlékszem, hogy a többiek elláttam volna. Nincs is. Ezért nem érdekes. A francba. Hiányzik valami. Olyan, mint a vírusos vérzékenység, de nem az. Mi maradt? A majom.
Fel kell áldoznunk, hogy megvizsgálhassuk a szerveit. Na, kis öreg. Hogy érzed magad? Egészségesnek látszol. Igen. Miért haraptad meg a dokit? Bántott téged? Vagy komiszabb vagy, mint amilyennek látszol? Hm? Nézd, hoztam neked valamit. Kérsz egy banánt? Gyere, a tiéd. Otthon nekem is van egy majmom. Tarzannak hívják. Kicsit nagyobb, mint te, a barátom. Nesze, vedd el. Rajta, edd meg. Jól van. Éhes vagy, mi? Én is az vagyok. És fáradt. Tudod mit, kiskomám? Fejezd be az evést. Majd visszajövök. Jó reggelt! Hogy aludt? Sajnálom, dolgoztam az éjjel. Biztos kimerült. Mi vírusos fertőzésnek látjuk, és maga? Igen, én is. Maga feltételezte, hogy a majom hordozta a vírust. Miért nem küldte el a szerveit Atlantába? Épp erre készültem, mindjárt elküldöm. Elküldtük, egy órája. Megtudott valamit a betegségről, ami fontos lehet a számunkra? Igen, minden beteg közvetlen kapcsolatban állt dr. Roxforddal, mielőtt megbetegedett. Akkor ideje, hogy tegyünk is valamit az ügyben, mert dr. Roxford 2 órával ezelőtt meghalt. Sajnálom, dr. Dubček. Rendben, átveszük az ügy irányítását. Maga más feladatot kap. Hogy? Elküldjük St. Louisba. Valami történt ott. Lehet, hogy téves riasztás, és csak pánikba estek. Legalábbis remélem. Kezdhetjük. Mutatok valamit. Nézzen csak oda. A sajtó szagot fogott. Holnapra szenzáció lesz. A legtapasztaltabb tímre van szükségem. Menjen el St. Louisba, és folytsa el azt a tüzet, jó? Igen, uram. Jó kislány. Jó kislány. St. Louis, Missouri. Oké, gyerünk, fiúk! A járványügytől jött? Igen, onnan. Ugye a Los Angeles-i járvánnyal foglalkozott eddig? Igen. Végig söpör a vírus az országon? Elnézést, én nem mondhatok semmit. Most. Egy halott St. Louisban, 2 Los Angelesben, és nem mond semmit? 2? Igen. Egy tucat új beteg. Mi lesz ebből? Valami újpestis járvány? Szó sincs róla. Elnézést, hadd menjek be. Semmi gond, itt van. Dr. Blumenthal? Igen. Én dr. Williams vagyok, az igazgatóki orvos. Micsoda felfordulás. Hát az. Elnézést, hogy nem a reptéren vártam, de egy órája meghalt a betegünk. És 2 Los Angelesben. Igen. Ez nem riadalom. Riadalom? Ez alig ha riadalom, doktor. Jaj, nem így értettem. Igen, ugye felmehetünk? Igen, persze. Mivel kezdjük? Az első beteg holttestével. Az utolsó órák alatt folyamatosan figyeltük. A halál vérzéssel és véralvadással járt egyszerre. A vér alvad formában távozott minden testnyiláson. Ez egy kegyetlen organizmus. Ismerte őt?
Igen, dr. Karl Kapriszky, a vezető főorvos. A barátom. Sajnálom. Különös véletlen. A Los Angeles-i beteg is vezető főorvos volt. Látta ezt a kör alakú sebet? A Los Angeles-i áldozaton is ugyanilyen volt. Maga szerint ez milyen? Milyen? Hogy érti? Nem is tudom, csak valahogy emlékeztet engem valamire. Ez az, amit keresett? Nem. Nem tudom én. Olyasmit keresek, ami tovább viszi a dolgot. Ugye maguknak fogalmuk sincs arról, hogy mi ez? Dr. Williams. Maga semmit sem tud, ugye? Ide küldenek a járványügyisek egy csitrit, aki fiatalabb, mint a saját lányom, és úgy tesz, mint a tudnám, miről van szó. Ennek semmi köze a koromhoz. Ez az eset tökéletesen váratlanul. Ez az eset? Ez nem eset, hanem járvány. És én követelem, hogy még ma délután ide jöjjön a járványügyi központ. Én nem hiszem, hogy... Ma délután, megértette? Igen. Jó. Ralph, bocs, hogy felébresztettelek. Csak nincs valami baj. Nem, egészséges vagyok. San Luisban vagy? Honnan tudod? Tudom. Mi a helyzet? Remek. Mindenki tudja, hogy kirúgtak Los Angelesből? Nem rúgtak ki. De elzavartak. Nézd, neked ez az első munkád. Ne légy szigorú önmagadhoz. Mi a helyzet San Luisban? Ugyanaz a helyzet, mint Los Angelesben. A főorvos most utasított, hogy hívjam ide az első stábot. Felhívtad Dubcseket? Igen, már úton van. Ralph, ez nagyon ijesztő. Akár már el is kaphattam. Nyugi, senki sem tudja, mi ez. Csak pánikba estek San Luisban, mert a sajtó felfújta az ügyet. Szeretném, ha itt lennél velem. Én is. De... sajnos, mennem kell dolgozni. Szeretsz már? Még nem. De nem sokára. Alig várom. Oké. Jó itt. Hogy történik? Csak ott lehetnek egyetlen. Csak nem minden kezén. Megkaptuk a jelentést a laboratóriumból. 99%, hogy a vírus az ebola. Hadd válaszoljak a kérdésre olyan őszintén, ahogy tudok. Sajnos az ebola jelenleg a legveszedelmesebb vírus a Földön. A halálozási arány 90%, és a betegség kifejlődésének üteme rendkívül gyors. A halálbeálltának ideje a fertőzés után maximum 2 hét. Először Zaire-ben észleltük, 1976-ban. Titokzatos módon bukkant fel. Ezreket megölt, aztán ugyanolyan titokzatosan eltűnt. Az immunrendszerünk nem tud védekezni. Ezért gyógyíthatatlan. Akkor hogy védekezzünk ellene? Mi ápolók? Hölgyeim és uraim, kérem! Azért közöltük a rideg tényeket, mert számítunk önökre. Nagyon fontos, úgyhogy kérem, figyeljenek ránk! Köszönöm, dr. Helove. Elnézést kérek, a nevem... Tehát bizonyos lépés... Én voltam dr. Kapriszky titkárnője. Folyamatos kapcsolatban voltam vele akkor is, amikor már vérzett a szeme meg az orra. Meg fogjuk vizsgálni, feltétlenül. Teljesen lezárjuk a kórházat, és senki nem hagyhatja el, aki bármelyik beteggel közeli kontaktusban. Ugye ez azt jelenti, hogy fertőzött vagyok. Meg fogok halni, ugye? Semmi oka pánikra. Elnézést. A betegség lefolyása Los Angelesben olyan volt, mint vártuk, és feltételezhetjük, hogy itt is olyan lesz. Mrs. Harper, Dr. Blumenthal vagyok a járványügyi központtól. Meg fogok halni, ugye? Ez nem biztos, csak egy ideig karanténban kell lennie. Tudom, hogy nagyon megijedt, én is félek. De nyugodjon meg, nagyon kérem. Talán tud segíteni. Szeretnék feltenni néhány kérdést. Amikor láttam dr. Kapriskyt, egy kör alakú seb volt a vállán. Meg tudná mondani, hogy mitől volt? Nem. Találtam egy sebet a feje tetején is. Sebet?
Igen, egy horzsolást, mélyen a fejbőrében. Leütötték 2 héttel ezelőtt. De mit számít ez most már? Meghalt. Dr. Blumenthal? Igen. Szabad? Tehát szövetmintát kér a Szent Louis-i áldozatból. Menj el át a Bonstonra, vegye le, és vigye el Atlantába. Már megint el akar küldeni, Dr. Holloway. Nekem itt feladatom van. Nézze, legyen hálás. Örüljön, hogy elmehet innen. Minden tiszteletem ellenére... Nincs vita! Lennének olyan szívesek halkabban? A legkevésbé sincs arra szükség, hogy ezt lássák itt. Nem küldözgethetjük a mintákat az országban felügyelet nélkül. Elvégre úgy tűnik ebola. Atlanta, Georgia. Isten hozott. Bocs, hogy nem mentem elé, de műtétem volt. Semmi baj, úgyis a laborba kellett jönnöm. Figyelj, Ralph, valami nagyon furcsa dolog folyik itt. Micsoda? Mindkét első áldozatot leütötték pont 7 nappal azelőtt, hogy megbetegedtek. És? És? Szerinted ez nem különös? Volt már ilyen. De ezzel még nincs vége. Mindkettőjükön ugyanolyan foltot találtam, amire eddig senki sem figyelt föl. Mire akarsz kiukadni? Nem tudom, de nem megy ki a fejemből. Figyelj, vissza kell mennem a sebészetre. Majd a lakásodon találkozunk, rendben? Persze. Várj! Főzzek valami vacsorát. Igen, ez nagyszerű lesz. Oké. Hiányzik. Te is. Marissa! Igen? Gyere ide! Mi van? Nézd meg a jobb oldalt, a bal oldalt és a közepét. Azonosak. Tökéletes genetikai azonosság. Nem beszélnél világosan? Figyelj, a bal oldal a Los Angeles-i vírus, a középső a St. Louis-i, és nézd ezt! Igen. Ez a zaire-i ebola vírus. 1976. Azonosak? Pontosan. Hogy lehetséges ez? Ez nem lehetséges. A vírus eredetileg Zaire-ban tört ki. Aztán jelentkezett pár héttel később 850 kilométerrel arrébb. Már ennyi idő alatt is változott, és erre itt, 10 évvel később, több ezer mérföldre onnan megjelenik ugyanaz a vírus. És hogy jelentkezhet egyszerre 2 különböző helyen? Nem tudom. Keveset tudunk erről az egészről. Azt se tudjuk, hogy alakul ki ez a betegség. Alig kell néhány tucat organizmus, amelyik behatol a szervezetbe, és az megbetegszik. És van itt még valami. Mi? Egy folt. Olyan, mintha egy revolverfecskendő nyoma lenne. Igen, és? Mi van akkor, ha valaki szándékosan adta be a vírust az áldozatoknak? Mi a fenéről beszélsz? Ez őrültség! Másképp, hogy lehet, hogy pontosan ugyanaz a vírus van ezekben az emberekben? Azt én nem tudom! De ez nem magyarázat, hogy egy őrült vírusos gyilkos tételezünk fel. Miért tette volna? Milyen okból? Akkor fejtsd meg te! Adj rá 10 percet. Ted, ez nem lehetséges. De igen, nem lehet csak úgy szerezni egy adag szigorúan őrzött halálos vírust a patikában. Ez igaz. De van, ahol igen. Thank you.
Igen, épp jókor. Nem félsz csókolózni velem? Én semmitől se félek. Akkor gyere. Tessék! Dr. Blumenthal, úgy látszik az ebola ügy alább hagyott. Négy napja nincs új beteg se Los Angelesben, se St. Louisban, se máshol. Tényleg azt hiszi, hogy ilyen biztosak lehetünk a dolgunkban? Szóval úgy döntöttem, hogy áthelyezem. A virológiáról a bakteriológiai osztályra. Miért? Így lesz a legjobb. Tudom, mire készül Dr. Holloway, és azt hiszem, hogy ez erkölcsi hiba. Erkölcsi hiba? Az. Azt hiszi, hogy mivel Ralph Harbuckkal járok, különleges bánásmódban részesülök. Nem értem, miről beszél. A magánéletemnek semmi köze a karrieremhez, megértette? Dr. Blumenthal, higgy el, nem értem, hogy mit mond. De érti. Kíváncsi vagyok, mit szól mindehhez Dr. Dubček, ha megtudja. Remek, szóljon csak neki, de előbb hadd kérjem el a belépő kártyáját. Már nem lesz rá szüksége. Tessék, Dr. Holloway, tegye el. De nagyon fogom élvezni, amikor visszaadja nekem. Igen, és itt vannak a vizsgálat eredmények. Igen, elnézést, beszélhetnék önnel egy kicsit, Dr. Dubček? Kezdődik az értekezlet. Menjen előre, kérem. Igen. Odabent megbeszéljük. Dr. Holloway át akar helyezni. Igen, sajnos Merkem szenátor karcsúsítani akarja a virológiai osztályt. Nem maga az egyetlen. Merkem szenátor, ez képtelenség. Miért lenne az? Ő irányítja a költségvetésünket. És ez azt jelenti, hogy parancsol önnek? Az áthelyezés azonnali hatályú, Dr. Blumenthal. Ez nevetséges, Ralph. Dehogy is. Mindig előfordul ilyesmi az állami cégeknél. Ezek hazudnak, hát nem érted? Miért hazudnának? Mit tudom én? Nézd, nem kell magyarázatot adni, hogy miért helyeznek át. Hidd el, itt bűzlik valami. Mondjak valamit. Szerintem meg kéne tanulnod csapatban dolgozni. Ne prédikálj nekem a csapatmunkáról! Ez nem prédikáció volt. Jó, ne haragudj. Sajnálom, hogy így alakult. Majd este megbeszéljük. Jó. Marissa, tudod te, hogy micsoda őrültség ez? Engem hagyd ki belőle! Tisztára begolyóztál! Nem vagyok hülye! Ez komoly dolog, Ted. Hát jó, akarsz komoly dolgot? Ez komoly dolog. Újabb járvány. Igen, Philadelphiában ma. 3 órája jött meg az anyag. Ugyanaz a DNS képlet, ugye? Igen, de... De? Mit de? Hogy nem érted, mit mondok? Hogy sétafikálhat ugyanaz a vírus több ezer kilométert? Ez már nem csak az én kis elméletem. Láttad a listát? Rajta van az orvos, akit kirúgtak a virológiáról. Hol szerezted a listát Merkem szenátor munkatársairól? A Washingtoni Szövetségi Választási Központból. A Washington? Hogy a csodába? Minden szenátort nyilván tartanak. Felhívtad őket, hogy küldjék el, és ők elküldték. Igen, pontosan. Nagyon okos. Szerinted nem különös, hogy ez az orvos, aki valaha bejáratos volt a biztonsági laborba, hogy is hívják? Zola Blicker. De kirúgták a járványügyről. Ő lett Merkem szenátor legnagyobb támogatója? Akár csak Dubček vagy Holloway. És mindkettő bejáratos a laborba. Szóval azok, akik bejárhatnak a laborba, összeesküvést követtek el. Miért ne? Megkérdezted Ralph doktort? Ő mindenkit ismer. Igen, meg. Na és mit mondott? Semmi egyéni akció. A nagy főnök tanácsai. De ez nem bizonyít semmit. Önmagában talán nem. De tedd hozzá, hogy valamennyi vírus, ami a járvány során jelentkezett, ugyanannak a törzsnek a tagja volt. Ami egy konyhai hűtőszekrényben hevert évek óta, amihez bárki hozzáférhetett. Dr. Shackley. Engem hagyd ki. Igen. Nem vagyok benne biztos. Még nem kaptuk meg az eredményt. Tegnap reggel mentek el. Ellenőrizte? Nézze meg újra. Megvan a telefonszáma? Akkor hívja fel. Kérdezze meg Carolt, ő biztos megkapta. Igen, én...
Nem hiszem, hogy 48 órán belül megkapjuk az eredményeket. Úgyhogy majd hívom, rendben? Viszont hallásra. Víruslopáson érték tetten a járványügyi központ volt alkalmazottját. Gyere be! Elárulnád, hogy mi ez az egész? Nem veszed fel a telefont, elvetted a saját kártyámat, besétálsz a biztonsági laborba, és a földkerekség legveszélyesebb vírusával a zsebedbe jössz ki onnan. Nem vettem el semmit, már üres volt. De tudod, mi van, kislány? Szerintük te loptad el. Így van? Dehogy is, inkább az, aki megtámadott a laborban. Megtámadott? Ki támadott meg? Nem tudom, nem láttam az arcát. Tényleg megtámadott valaki, és nem esett bajod? A kérdés az, hogy miért akar ellopni valaki egy üveg ebola vírust? Tudod, nem sétálgathat az ember ilyennel a zsebében. A végén még történik valami. Le kéne fagyasztani és maximálisan biztonságos helyen tárolni. Kiknek van ilyen? Mi? Laborja. Nekünk. Meg a seregnek. Jaj, ne nézz így rám, a seregnek ez nincs semmi köze.
Csak a szenátornak. Ezt nem tudhatod. Ez hülyeség. Talán, de csak talán, arról még meg tudsz győzni, hogy egy őrült mászkál odakint, aki ellopta és el akarja terjeszteni, de arról nem, hogy kormány összeesküvésről van szó. Akkor... Talán volt valakinek egy terve. Az lehetetlen. Rendkívül különleges felkészülést igényel a dolog, egy speciális felszerelést. Csak maguk a szűrők... Ki gyártja? Mit? A légszűrőket. A HEPA szűrőt? A CEC, Délbend, Indiana. Van egy kis apród. Minek neked apró? Telefonálnom kell. Ott van előtted a telefon. Csak hogy a CEC valószínűleg benne van a dologban. CEC. Igen, beszélhetnék valakivel? Igen, köszönöm. Haló, a járványügyi központtól vagyok. Igen, sürgős dologról van szó. Meg tudná mondani, ki rendelt HEPA szűrőt az elmúlt évben? Ez biztos? Tehát a járványügyön kívül csak egy cég. Értem. Nagyon szépen köszönöm. Igen, viszlát. Learned Laboratórium, Grayson, Georgia. Sose hallottam. Szóval mire való egy kis cég, amelynek jobb a laboratóriuma, mint a központnak? Nem tudom, áruld el. Halálos vírusokat gyűjteni. Miért? Nem tudom, de rá fogok jönni. Hogy? Ez egy kis magánvállalkozás, részvényesekkel, nyilvános adatokkal. Marissa. Azt hiszem, most már nem csak a karrieredről van szó, félek, hogy inkább az életedről. Nem akarom, hogy bajod essen. Tudom. A keresett évfolyamok másnál vannak, megvárja? Igen, köszönöm. Rendben. Szépen. Dr. Ralph Harbuckot kérem. Elnézést, dr. Harbuckot várom. Telefonált? Eddig nem, de ha telefonál, mit mondhatok? Ki várja? Dr. Bloom... Dr. Bloom. Bloom? Igen, köszönöm. Víruslopáson kapták rajta a volt alkalmazottat. Bejelentésem van. Hozzak még valamit? Nem, köszönöm. Rendben. Iszonyú bajban vagy. Menj a rendőrségre. Felejtsd el! Bárki lopta el a vírust, azóta már egy laborban van egy kisvárosban. Grayson, Georgia. A neve Learned Laboratórium. Ezt meg honnan tudod? Felhívtam azt, aki nekünk gyártja a szűrőket. Ő mondta, hogy létezik ez a másik laboratórium. Építettek egy tökéletes laboratóriumot. Nézd, itt van a cég részvényeseinek névsora. A bíróságról szereztem. Hozhatok valamit? Nézd meg jól. Ezek a részvényesek. Merkem szenátor támogatói. Mit nézzek rajta? Nézd, mennyi azonos név. Minden részvényes Merkem támogatója. Itt van a krémje Georgia állam egészségügyének. Uh-huh. Itt van a társam is, dr. Clayman, akivel találkoztál a partin. Ezeknek az embereknek a birtokában van a vírus, amely képes elpusztítani Amerikát. Ralph, engem tegnap megtámadtak, és köröz a rendőrség. El kéne mondanod az egészet a rendőrségnek. Nem. Hiába mondanám el, lecsuknak, és bezárnak valami bolondok házába. Bizonyíték kell. Na, én megyek. Légy óvatos.
Dr. Harbuck, tartsa fel a kezét! Óhajt valamit? Hol van Marissa Blumenthal? Fogalmam sincs. Merre ment? Nem tudom. Mi baj van? Nyugodj meg. Igen, Ted. Ezt vidd be a laborba azonnal. Mi ez? Egy revolverfecskendő ebola vírussal. Valaki meg akart vele ölni. Jó, jól van. Ez ne, így nem mehet ne, tovább, ne, ez Marissa. Az egyetlen bizonyíték. Csak ezzel tudom bizonyítani, hogy nem én követtem el. El kell mennünk a rendőrségre. Nem. De... Ők azt hiszik, hogy terjeszteni akarom a vírust. A vírus már kint van. Mi? A vírus kiszabadult. Hogy? Felhívtak a Mapleton klinikáról, alig egy órája. Uramisten! Mit csináljunk most? Nem tudom. Hogy fogjuk megállítani? Zajréban, miután megkaptad a betegséget, lehet, hogy pár nap múlva jobban voltál.
De ha nem ment le a lázad, nem volt menekvés. Akkor most semmi remény. Marissa! Itt Ted. Most volt itt. A Mapleton klinikára ment. Itt az atlantai WXIT. Jelenleg a járványügyi központ hivatalos közleménye. A hatóságok kérik Atlanta lakosságát, hogy őrizze meg nyugalmat. A Mapleton klinika jelenleg a tüntetők blokkádja alatt áll. Senkit sem engedhetünk be. A járványüktől jöttem. Na jó, menjen, ha elment az esze, de bent is kell maradnia. Adják át a másolatokat dr. Halloway-nek. Jöjjenek vele. Kettőkor állt meg körülbelül a halál. Klasszikus tünetek. Fejfájás, rossz közérzet, kiütés, láz. Ez félelmetes. A központtól jöttem. Mindjárt visszahívlak. Mi ütött magukba? Állandóan jönnek-mennek. Maga is a hullákra kíváncsi, mi? Hány halottjuk van? Pestises? Eddig 34 volt. Tudja, melyik volt az első beteg? Igen, öltözzön be. Van aszpirinje? Fejfájás? Hasogat. Kiütés, láz? Ezek az első tünetek. Ott van, a hátsó falnál. Hé! Nem! A jobb oldali! Igen, azaz. Sokáig marad? Mm-mm. Azért én szólok dr. Halloway-nek. Ne, semmi szükség nincs rá. Megkért, hogy szóljak, ha valaki megnézi a hullákat. Semmi gond, folytassa csak! Mindjárt jövök. Dr. Halloway-t azonnal kérik a bonctanra. Bent van a hulláknál. Volt rajta névtábla? Nem tudom. Dr. Halloway, ma már legalább 50 orvos jött ide. Nem néztem a köpenyüket. Menjen be. Igen.
Elment. Azt mondta, itt volt. Igen, 2 perce. De most még sincs itt. Mi ebben a furcsa? Ellopott egy üveg halálos veszélyt jelentő vírust. Úgyhogy segítsen megkeresni. Rendben. Frank. Hello, Mézus. Minden rendben? Igen, minden. Helyes. Igen. És a folyosót? Azt is. Mosodát? Azt még nem. Jól van, gyerünk! Na gyerünk, menjünk! Minden zugot átnézni! Van minden rendben. Megnézem az ájtemű tárolót. Harmadik kört tesszük. Biztos, hogy ez az a hely? Atlanta Avenue 875? Igen, biztos. 12-es jelentkez. 12-es jelentkez. A 12-esnek van egy kuparja az 5. utcában. 14-es szám. A házszám 14-es. Itt a 012-es. Utasom van. 2 percre vagyok a helyszíntől. Hadd kérjek valamit. Vészhelyzet van. Mit akarnak ezek? Végre, én vagyok az orvosa. Infarktus, menjünk föl! Rendben, mehetünk. Hé, álljon meg, mi van? Jack Layman infarktus kapott, azonnal engedjen be! Nem szóltak, senki, nem szóltak! Kardiológus vagyok, nincs vesztegetni való. Gyerünk, siessünk! Gyorsan! Rajta! Hívják le a liftet! Nem jöhet be senki! Igen? Mr. Clayman? Az vagyok. Legyen szíves, üljön le, uram! Mit akarnak? Nyugalom, Mr. Clayman. Mi a nyavaját művelnek? Parancsoljon, Mr. Clayman, mi csupán megmérjük a pulzusát. Mit akarnak nem tőlem? Nem maga hívta ki a mentőket? Persze, hogy nem. De az orvosa? Az orvosom? Ismerem magát. Maga... Marissa Blumenthal. Uraim, itt nyilvánvalóan tévedés van. Az orvosom félreértett valamit, amit mondtam.
Ahogy látják, jól vagyok. Biztos? Orvos vagyok. Tudnám, ha infarktusom lenne. Nyilvánvalóan hiba történt. És az egész az én hibám, sajnálom. Én még maradok egy kicsit. Köszönöm. Mi a fenét művel maga? Azt hittem, tudja, ki vagyok. Mi ez a játék? Azt hiszem, másképp nem jutottam volna be. Rendőrt hívtam volna, ahogy most azonnal meg is teszem. Miért szabadított halálos vírust az országra? Ez nem igaz. Igen? Tudom, hogy hogy csinálta. Maga is Dr. Pearson, Dr. Kelly és Dr. Kaplan Texasból. Folytassam? Tudom, mit tett Dr. Clayman. Minden érintett klinika a HMO-é. Mondja, azt akarta bizonyítani, hogy egyik sem biztonságos, hogy mindet bezárathassa? Maga nem tudja, hogy mit beszél. Tényleg? Maga lesz a közvetlen felelős ezer, sőt, az is lehet, hogy 100 000 ártatlan ember haláláért. Ártatlan ember? A világ legjobb orvosai dolgoznak itt. Nekünk van a legjobb felszerelésünk. És tönkretesszük. Miért? Mert azt mondják, hogy minden csavargónak jár a kezelés. Minden bevándorlónak, illegálisnak is jár a kezelés. Az egész világ rajtunk röhög. Most siránkozhatnak. Mert a megmentőjük, a rendszerünk, az orvosaink, a kórházaink, az összes iskolánk bezárják a kaput. Maga őrült. A HMO nem a megmentője, hanem a gyilkosa a modern egészségügynek. Vacak orvosokkal járatják le a gyógyítást. A miénk a legjobb, a legeslegjobb. És tönkretesszük. De maga nem fogja ölbetett kézzel nézni, ugye? Soha. Ezért szabadította rá az amerikai népre a világ leghalálosabb vírusát? Kifelé. Kifelé! Hallja? Marissa! Jack Lehman halott. Megölte magát. Ne! Ne! Lehet, hogy fertőzök. Miből gondolod, hogy elkaptad? A hullák között. Bezárva. Az első tünet a fejfájás, és én mindjárt belehalok. Mikor kezdett fájni a fejed? Tegnap. Mostanra kiütéseid lennének, de neked nincsenek kiütéseid. Vegy erő. Vegyél föl száraz ruhát. Nem mehetek el a rendőrségre. Nem fogják nekem elhinni ezt az őrült históriát anélkül, hogy valaki vallomást ne tenne. Az egészet alaposan át kell gondolnod, mielőtt odamész. Nem mehetek oda. Nem fognak hinni nekem. Most nem vagy abban az állapotban, hogy dönts.
Alaposan ki kell aludnod magad. Majd holnap kitaláljuk, mi legyen. Nem tudok aludni. Hozok valamit, amitől elalszol. Azóta már megtalálták, úgyhogy ma éjjel nem tehetünk semmit. Neszem. Altató. Az. Kösz. Veszek egy forró zuhanyt. Oké. Odalent leszek, ha kellek. Bevallotta, aztán megölte magát. Vallott? Rólunk? Ide jött volna, ha tudja, hogy benne vagyok. Kezd veszélyessé válni a dolog. Ezért akartam eltenni az útból már a legelején. Először a laboratóriumban, aztán a motelben, de most én csinálom. Megőrültél? Ha Jacknek nem hagytam, hogy megöljen, neked hagyom? Ha él, lecsuknak tömeggyilkosságért. Szereted ennyire? Ne félj. Gyorsan. Nem érez semmit. Tedd el a tűdet. Menj haza. Én majd elintézem.
Marissa! Marissa! Figyeljen rám! Nem fogom bántani. Én nem vagyok gyilkos, Marissa. Csak meg akartuk ijeszteni egy kicsit az embereket. Nem tudtuk elviselni, hogy az ország tönkreteszi önmagát. Szeretlek, nem akarlak bántani. Nem! Ralph! Nem hagyhatjuk életben! Mi van itt? Ott vannak! Marissa! Felügyelést kérünk! Fegyver alá! Gyorsan! Dobja a fegyvert! Tűnj el onnan! Nyugi! Szép volt. Hívom a mentőt. Megpróbáltalak megvédeni. Nem akartalak bántani. Szeretlek. Te is szeretsz? Még nem. Nem sokára. Két héttel később. Hello, ismeretlen. Szia. Hiányoztál nekünk. Ti is nekem. Marissa... Tiszta hülye vagyok. Hülye voltam, hogy szóltam Dubčeknek, hogy a Mapletonra mentél, de akkor még nem tudhattam semmit. Tehát semmi baj. Felejtsd el. Gyere, mutatok valamit. Mit? Szeretnék mondani valamit. Először is elmúlt a veszély. A rendszer működött. És a vírus épp oly titokzatosan eltűnt, mint 1976-ban Zaire-ban. De dr. Marissa Blumenthal erőfeszítése nélkül ki tudja, mi történt volna. Maga igazi hős volt. Tudja, mostanában nem a legjobb az emberismeretem, de magát különösen rosszul ítéltem meg. Bocsánatot kérek. Köszönöm. Egyszer azt mondta, hogy szeretné látni az arcom, amikor ezt visszaadom önnek. Nos, azt hiszem, az új vezetőség szeretné, hogyha maga sokáig hasznát venné. Köszönöm. Jól van. Pesgőt az ünnepeltnek! Thank you.
Az ebola valóban létezik. Senki sem tudja, mikor bukkan fel újra, úgy, mint egykor Zaire-ban. A tudósok szerint vírusok ezrei lapulnak az őserdőkben, szerte a világon. Ám az a támadó, amely a legveszélyesebb a föld védelmi rendszerére, az ember.